a törvényjavaslat megfogalmazásakor nem gondolkodtunk ilyenben. Egyben pedig szeretném megnyugtatni Karácsony képviselő urat, hogy sokat teszünk azért, hogy az ő sötét víziója ne valósuljon meg, talán sejti, hogy mire gondolok. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tisztelt Országgyűlés, az általános vitát lezárom. Módosító javaslat érkezett egy részletes vitára bocsájtásra, és részletes vitára majd a következő ülésünkön kerítünk sort. Soron következik a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat általános vitája lezárásig. Sebestyén László képviselő önálló indítványát TPER 3387-es számon, bizottsági ajánlást pedig TPER 3387/1-es és 2-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Sebestyén László képviselő úrnak 20 perces időkeretben, és azt követően majd a kormányé a szó, hogyha államtitkár úr kíván szólni. Tessék, parancsolj! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Elég későre jár, igyekszem normális, rövid időre fogni ezt az expozét. Azért annyit szeretnék elmondani, hogy már egy év telt el azóta, hogy a nép akarata elsodorta a 8 évig az országot rossz irányba, rossz útra terelő baliberális kormányokat, és megindulhatott végre az építőmunka, a rendteremtés, az igazságtalan, észszerűtlen, a társadalmi érdekek felett álló rendszerek lebontása, teljes megújítása az országba. Ez történik a környezetvédelem területén is. Az új kormány hozzáfogott itt is a problémák feltárásához és orvoslásához. Ennek első és legfontosabb lépése a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény, melynek kidolgozása egy teljes évet vett igénybe. Itt egy nagyon komoly minisztérium és szakértői csapata dolgozott ezen a törvény előkészítésen. A balliberális média folyamatosan ostorozta a kormányzatot azért, hogy nem 2 hónap alatt dolgozta ki és nyújtotta be ezt a törvényt, egy olyan rendszerről szóló törvényt, amit az előző 8 évben folyamatosan vertek szét, magánérdekeket szolgáltattak ki, áttekinthetetlenül bonyolultá tették, mert ez volt egyesek érdeke. Jól tudjuk, hogy a nagy üzlet, a nagy biznisz zavarosba terem, a jelenlegi szabályzás pedig éppen erre épít. Létesíts pár magántulajdonban lévő céget, adja kezükbe minden jogosultságot, ami az egész ország érdekeit kellene, hogy biztosítsa. Tegyél úgy, mintha itt az államnak semmi dolga nem lenne, a szabad piac majd mindent megold, az ország pedig gyarapszik. A baj mindössze az, hogy a állampolgárok, a nép nem ezt tapasztalta, nagyon nem. A termékdíj feladata az lenne, hogy pénz keletkezzék és folytatódjék, vagy fordítódjék arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtés az egész országba kiépüljön, eltűnjön a szemét az utcákról, az útszéli bokrokról, és hogy ne legyen Magyarország Európa szeméttelepe, ahova 1000 tonna szám érkezik a kommunális és veszélyes hulladék külföldről. Ami ebből mára megvalósult, az minden, csak nem büszkeségre okot adó eredmény. Azaz két dolgot láthatunk, az ezzel foglalkozó, úgymond idézőjelben non-profit koordinátorok jól megéltek, a szemét meg virít tovább szar a széllyel. A szelektív hulladékgyűjtésben egy valakit kihagytak, hölgyeim, uraim, a lakosságot. Siránkoznak, hogy nem elég környezettudatos az Isten adta, ezért kicsit begyűjtött mennyiségek. Azután megjön a bezzeg tőlünk nyugatabbra szólam. Hát tisztelt hölgyek, urak, akkor én most tájékoztatom önöket, hogy a lakosság nem magától környezettudatosabb tőlünk nyugatabbra se. Mindössze annyi történt, hogy ők már rájöttek a lakosságot erre megtanítani és támogatni kell. A jó eredmények főképp ettől várhatók. A termékdíjat ezért be kell szedni és nem zsebre vágni, hanem azok között kell szétosztani, akik ténylegesen dolgoznak. Egyszerű a dolog. Idő kellett a törvény megalkotásához, nagy idő, mert nem volt miből kiindulni, csak annyit lehetett tavaly ugyanilyen táj tudni, hogy ez így tovább nem mehet. Az előző Orbán kabinet óta egyetlen épkézláb szakmailag megalapozott kezdeményezésre látott ez az iparág, viszont sikeresen beépült a rendszerbe az összes létező magánérdek, szerencselovag, megélhetési környezetvédő. Sokan féltették az iparágat attól is, hogy lassan készül el az új szabályozás.
a médiákban folyamatosan szapulták a környezetvédelmi vezetést, hogy nem csinál semmit. Persze azzal is tisztában vagyunk, hogy most még az lesz a baj, hogy nincs kellőképpen kidolgozva a törvény. Ez már aranylemez, ismerjük. Egy év megfeszített munkájának eredményét kívánom most beterjeszteni önök elé, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt, mely az alfája és az omegája a környezetvédelmi ipar túlélésének. Adjon Isten nekünk is tőlünk boldogabb országokhoz hasonló fejlődést. A javaslat egy teljesen új szabályozó rendszert hoz létre. Az iparág tevékenységét teljesen megújítja, a hulladék hasznosítás mértékét jelentősen megnöveli, és előmozdítja a többször felhasználható termékek szélesebb körű elterjedését. Ez összhangban van az Európai Unió elvárásával és a magyar társadalom általános érdekeivel is. A javaslatunk a hasznosítás mértékének növelését a lakosság szelektív hulladékgyűjtés nagy arányú növelésével fogja elérni. A célokban semmit sem újság, csak annyi, amennyit minimálisan elvárhat az ember ettől az iparágtól. Nézzük a konkrétumokat. Mitagadás van némi eredmény, ott, ahol ez üzlet, jól kifejlődött az iparág. Néhol túl jól. 6 Magyarországon nyitja egy gubi albrancsa, mint amire hasznosítói kapacitásunk. Apró probléma, hogy ez a kis felesleges kapacitást az elmúlt 5 évben az adófizetők pénzéből építették ki. Ezzel a korábbi szabályozással keményen szakítani kell. A legfőbb gondot az okozza, hogy az iparágon belül jelenleg kontroll nélküli piacverseny van. Szemestek áll a világ, szemtelenek meg még jobban. A hazai hulladékgazdálkodásban nincs semmiféle észszerű gátja a koordinátorok tevékenységének, ami korlátlan árversenyhez vezetett. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, ez egy újabb ékes példája a vadliberális piaci felfogásnak. A szabad piaci folyamatok, az árverseny általában helyes, de ebben az esetben csak megfelelő körültekintéssel érvényesíthető. Ebben az iparágban ugyanis szinte minden tevékenységre jellemző, környezetterhelés jelentős, azt pedig valakinek valamikor ki kell fizetni. Ezt a jövő nemzedékére hárítani erkölcstelenség. A piacot tehát az államnak szabályozni kell, mégpedig szigorúan. Az alapvető elvi és működési hibák jó részt a termékdíjra vonatkozó mentességi szabályok okozták. A mentesség lényege ugyanis, hogy a kötelezett kibújhat a jogos költségek megfizetése alól. Tisztelt képviselőtársaim, a hulladékgazdálkodás ráadásul egy olyan iparág, ahol az Európai Unió tucatszám rója tagjaira a kötelezettségeket. Egyre magasabb mértékű gyűjtést és hasznosítást követel meg. Ha egy tagállam nem teljesít, keményen megbüntetik, ilyen helyzetbe mi is könnyen kerülhetünk. Az állam rossz kocsis módjára a lovak közé csapott ócska gyeplővel szemli, hogy merre döcögünk. Kényelmesen bóbiskolva üldögélünk a bakon, a szekér pedig megy az árok felé annak rendje módja szerint. Mindez a tétlenség egyes termelői ágazatok teljes eltűnéséhez járult hozzá, ilyen például mondjuk az öblös üveggyártás. De már említettem az ellenkezőrés példát, a gumifelhasználás. Ideje cselekedni, mert már az árok szélén járunk. A rossz kocsit le kell cserélni, az ócska gyeplőt, a koordináló szervezetet pedig ki kell dobni. Helyére a minisztérium felügyelete alatt működő önálló, 100%-os állami tulajdonban lévő non-profit Kft. Kerül, neve Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, rövidített becenevén OHÜ. Az OHÜ feladata az államot illető jogok gyakorlása és az államra háruló feladatok ellátása, kötelezettségek teljesítése. Erre azért van szükség, mert igenis a hulladékok gyűjtése és hasznosítása területén az államot terheli a végső felelősség. Ez természetesen azt jelenti, hogy az árokba borult kocsira kirúgják a büntetést, az adófizetők pénzében pedig meg kell fizetni. Ráadásul a kár a környezet minőségének romlása itt marad a nyakunkon. Évek óta fájó pont a szabályozásban a díjak mértéke. Mindenki tudja, hogy a jelenlegi díjak köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Az indokolt és reális költségelemeket most először nevesíti a törvény, ezekből áll össze a termékdíj. Pontosan meghatározott díjakból jut végre forrás a feladatok teljesítésére, a szennyező fizet elv érvényesítésére. Halljuk, hogy mindenki államosítással riogat, meg hogy oda a gyártói felelősség, a valóság az, tisztelt képviselőtársak, hogy a kötelezetteknek továbbra is teljesíthetnek egyénileg. Akinek van jobb lova, kocsia, mehet a sajátjával, csak be kell tartani a játékszabályokat. Hogy világosak legyenek a játékszabályok, pontosítottuk a fogalmakat.
A hulladékgazdálkodási teljesítmény bevezetésével a hazai gyűjtést és hasznosítást kívánjuk ösztönözni. A külföldön történő gyűjtést nem támogatjuk, ezt lefordítom önök számára, a magyarok munkájában nem mások gazdagodjanak. Az iparág irányítására teljesen új szervezetet állítunk fel, a termékdíjbizottságot. Ez az ipar és a társadalmat képviselő állam partnerségén alapuló szakmai fórum. Megemlítem, hogy az OHÜ nem hatóság. A hatósági feladatokat továbbra is a Környezetvédelmi Felügyelőség és a NAV látja el. Az új díjak meghatározásánál abból indultunk ki, hogy azoknak fedezni kell az összes felmerülő költséget. Ez nem csak egy kevéske begyűjtés és hasznosítás finanszírozását jelenti, mint mostanáig, meg kell fizetni az iparág társadalmilag szükséges fejlesztését, az egész rendszer ellenőrzését, valamint a környezet terhelését is. Ez díjemeléssel jár. Senki nem örül, amikor díjat kell emelni, de a polgári kormány ezt is felvállalja, mert felelősséget ér ez a környezetvédelem és a jövő nemzedékek iránt. Jól esik? Jogos kritika, hogy a jelenlegi rendszerben borzalmasan nagy az adminisztráció. Ennek egyik oka a most működő mentességi rendszer. Eltörlésével az adminisztrációs teher már is jelentősen csökken. Az általány fizetők körét kiszélesítjük, a terheket ezzel tovább csökkentjük, mindez méltányos általánydíjak mellett. A kialakított rendszer a kis- és középvállalkozások általános versenyhátrányának kompenzálását szolgálja, mind az adminisztráció, mind a díjfizetés csökkentett mértéke folytán. Áttörés a környezetvédelemben mellesleg az adminisztrációt is csökkenti, hogy a többször felhasználott termékek termékdíját eltöröljük. Ha a sörgyár bajlódik a visszaváltható üvegekkel, akkor nem az esztelen adminisztrációval és a termékdíjjal kell büntetni, hanem meg kell találni az ösztönzés helyes módját. Tisztelt képviselőtársaim! Ez ennyire egyszerű. Ehhez nem kellett volna 15 év, amíg nem csináltuk meg ezt. Az adminisztráció csökkentését számos kisebb módosítás is szolgálja, így például a termékdíj számlán történő kötelező feltüntetésének észszerű leszűkítése. Már említettem, képviselőtársaim, hogy a lakosság magától nem igen lesz környezettudatos. Erre, ha tetszik, ha nem, jóval többet kell fordítanunk a jövőre. Ezért az erre fordítható költségek arányát 40%-kal megemeljük. Azért ne higgyük, hogy mi magyarok ennyire restek lennénk. Miért kellett 8 évnek eltelnie, hogy az országos személygyűjtési akció létrejöjjön? Véletlenül sem ezeknek az állítólagos hulladékgazdálkodási bajnokoknak a tevékenysége, hanem a kormány és az emberek összefogásával. A pár hete lezajlott TESZED akció során egyetlen egy nap alatt annyi hulladékot gyűjtött össze az ország népe, amelyet ezek a közhasznú társaságoknak egy egész hónap alatt sem sikerül. Visszatérve a szekeres hasonlatra, a szekérről leborul a lakomány, visszarakják az emberek, ha kell, magad uramhoz szolgálni. Tisztelt képviselőtársai, végezetül hadd térjek ki arra, hogy milyen gazdasági előnyekkel jár javaslatunk bevezetése. Az új szabályozás növekvő mértékű hasznosítás, azaz több munkát jelent, a több munka munkahelyeket teremt, ráadásul az ország egész területén jobbára alacsony képzettségűek számára. Becslések szerint mintegy 3000 új munkahely is létrejöhet, adja Isten, hogy ez így legyen. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Meggyőződésem, hogy ez a javaslat pártállástól függetlenül támogatható, és meghozza majd a társadalom által régóta elvárt eredményeket a hulladékgazdálkodás területén. Kérem, hogy ezért szavazzák meg a törvényjavaslatot. Elnök úr, képviselőtársaim, köszönöm a figyelmet! Előterjesztőt követően megkérdezem, hogy akkor államtitkár úr a kormány nevében 10 perces hozzászólásban. Illés Zoltán. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt ház, hölgyeim és uraim. Körbenézek a terembe és az ismerős arcokat, természetesen nem csak a parlamentből, hanem a bizottsági ülésekről is ismerem, és megtisztelő volt beszélni mind a gazdasági, mind a környezetvédelmi bizottság előtt a kormány álláspontját képviselme a termékdíj törvény kapcsán. Mindezt azért bocsátottam előjáró gondolatként, mert innentől kezdve slágvortokban kívánnék távirati stílusban beszélni a termékdíj törvényről, azért, mert akik most ezen késői órán, jelen pillanatban lassan fél egy lesz,
itt vannak, azok hallották mindezeket a szempontokat, amelyeket most ismertetni fogok. Azzal kezdem, hogy minden emberi tevékenységnek hulladék következményei is van, akár akarjuk, akár nem. Valamit tenni kell a hulladékkal, innentől kezdve egyetlen egy dolog, a pénz az, ami mögötte ott kell, hogy legyen annak érdekében, hogy összegyűjtsék, kezeljék, és ne okozzon gondokat, problémákat, mind emberi egészség, mind környezeti szempontból. A pénz az vagy az állam, az adófizetők pénze révén keletkezhet a hulladékgazdálkodási problémák megoldására, vagy pedig más módon egy olyan eszközrendszer révén, amely Európai Uniós gyakorlat jelen pillanatban a termékdíj révén. A mostani kormány elvi álláspontja az erős államot jelenti, ez azt jelenti az én megfogalmazásomban itt és most, hogy az állam szerepét kívánjuk erősíteni az élet számos területén a feladatok elvégzése tekintetében. Ha viszont az állam, akkor a költségvetésben bele lehetne írni 35-40 milliárd forint hulladékgazdálkodási célokra. Ez az adófizetők pénze lenne, direkt módon. Ha nem ez a megoldás, akkor már csak marad a másik eszközrendszer, a termékdíj, amely pénzügyi fedezetet ad a hulladékgazdálkodás céljainak megvalósítására. Azaz, az Európai Uniós prioritási lista egybevág azokkal a szakmai elvárásokkal, mely szerint keletkezzen minél kevesebb hulladék, de ha keletkezik, már pedig sajnos ez így van, keletkezik, mondom én is, abban a pillanatban az újrafelhasználás, az újrahasznosítás, az újratöltés, a reciklálás, idegen szóval, utána a fizikai, kémiai eljárásokkal történő semlegesítés, és csak esetleg, még egyszer mondom, hogyha villanyáram, illetve hőenergia termeléssel összekapcsoltan, esetleg az égetés, és semmiféleképpen nem a lerakás. Ezzel a sorrend, prioritási sorrend ismertetéssel azt szerettem volna elérni, hogy jelezzem, hogy a hulladékgazdálkodás és ilyen formán a hulladékgazdálkodási törvény a termékdíj törvénnyel szoros összefüggésben van. A hulladékgazdálkodási törvény tekintetében 27 tagállam nem teljesítette az Európai Unió ezen évi elvárását. A 27 tagállam kapott haladékot az Európai Unió írásbeli megjegyzése után. Szeptemberre Magyarország és más tagországok is, Magyarország itthon a parlament elé terjeszti a hulladékgazdálkodási törvényt és ahhoz tartozó több tíz végrehajtási utasítást is. Viszont, hogy ezt meg lehessen tenni, pénzügyi alapját kellett megteremteni a hulladékgazdálkodásnak, ezt teszi a termékdíj törvény, azáltal, hogy módosításokat eszközöl az eddigi rendszer tekintetében. Mi volt az eddigi rendszer? Az eddigi rendszer az volt, hogy ugyan törvény előírja a termékdíjat, de utána mindenfajta alacsonyabb jogszabály révén licencdíjat vezet be, át lehet hárítani a gyártói felelősséget már, mint a hulladékgazdálkodás tekintetében magánkoordináló szervezetek számára, amely magánkoordináló szervezeteket ebben a hazában azok hoztak létre, akik gyártói felelősséggel bírnak. Itt megjegyzést teszek, kecskére bízták a káposztát. Úgy csináltak ezek a koordináló szervezetek, mintha a hulladékgazdálkodás céljainak elérésére törekednének, ugyanakkor nem tudták teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket az Európai Unió mindenki számára kötelezően előír. Tehát milyen mennyiségben kell, milyen százalékban begyűjteni az adott hulladékfajtát, anyagát tekintve, és újrahasznosítani papírból, papír, műanyagból, műanyag, és így tovább. A rendszer ugyanakkor önmagát emésztette föl azáltal, hogy a piac szabadsága adta lehetőségeit, nagyon sokan kihasználni kívánták, egy-egy hulladék áram tekintetében, mondjuk a műanyag csomagoló eszközök tekintetében, több mint 10 koordináló szervezet alakult meg, áraikkal alákínáltak a gyártói felelősséggel bíró gyártók számára. Végezetül ez azt eredményezte, hogy nem teljesítették még azt sem, amit akkor, amikor csak egyetlen monopolisztikus szervezet volt, koordináló szervezet az adott anyagáramban teljesíteni tudott. A tetejébe
fizikai képtelenség volt nagyobb mennyiségben begyűjteni a hulladékot azon az úton, mint ami történt hulladékszigetekkel és ezzel a koordináló rendszerrel. Aki nem hiszi, nézze meg az adatokat, meggyőződhet róla. Innentől kezdve Magyarország azzal szembesült, hogy ugyan 2006-ban még 2013 messze volt, 2009-ben még mindig messze volt 2013, de 2011-ben már nincs messze 2013, azaz az a céldátum, amikor az Európai Uniós elvárásokat ennek az országnak is teljesíteni kell a begyűjtési arányok és az újrahasznosítási arányok tekintetében. Magyarország azzal szembesül, mint az összes többi tagország, ha nem felel meg az EU elvárásainak begyűjtés és újrahasznosítás tekintetében, akkor kötelességszegés első bírsága, egyedi bírsága 90 millió euró, utána pedig minden nap 80-85 ezer euró, addig a napig, amíg helyre nem állítja Magyarország és az összes többi tagország az adott rendet, és ha amennyiben ezt nem teljesíti az ország, akkor a 2013 és 2020 közötti EU-s pénzügyi alapokból nem részesülhet. Innentől kezdve viszont, amennyiben ez a rendszer marad, ami eddig működött, illetve mondom én idézőjelbe nem működött, abban az esetben Magyarország mindazzal szembesült, amit az előző mondatomban leírtam. Hölgyeim és uraim, akkor a számokat nézzük meg. A bajnai kormány utolsó évében a VPOP jelezte, hogy milyen törvény az, amelynek révén 85 milliárd forintot az érintetteknek termékdíj formájában nem kell befizetni, csak 10%-át úgymond licencdíj formájában, a többi befizetés alól ilyen-olyan-amolyan jogcímen mentességet kaphatnak. Ugyanakkor a 85 milliárd forint fölött 23 milliárdnyi nagyságrendű összeg a költségvetés általános céljaira termékdíjból befolyt. Ez a 23 milliárd abból az átalányból történt leginkább, amelyet a termékdíj fizetési kötelezettek, de a kicsik virágárusok kellett, hogy befizessenek átalány formájában. Ez a 23 milliárd megmarad ebben a pillanatban is, ugyanakkor a hulladék gazdálkodás céljainak elérésére az új rendszerben 26 milliárd forint lesz. A bajnai kormány időszakában az utolsó évében a hulladék gazdálkodás céljaira mindösszesen olyan 13 milliárd forint került begyűjtésre licenszdíj formájában, a koordináló szervezeteknél volt, műanyag, akkumulátor, elektronikai hulladék, gumiabroncs, tehát az összes területen ennyi pénz generálódott licenszdíj formájában, de valójában fizikai értelemben mindösszesen olyan 5-6 milliárd forint hasznosult begyűjtésre és újrahasznosításra. Felmerülhet a kérdés, hogy hol a többi pénz. Én azt gondolom, hogy itt bűncselekmények gyanúja következtében számos eljárás indulhat az elkövetkezendő időszakban, de ez majd a nyomozó hatóságok feladata lesz. Az új rendszer az Országos Környezetvédelmi Tanács előtt legalább háromszor került ismertetésre általam, holnap pedig a negyedik alkalommal történik délelőtt 10 órakor. Hatástanulmány az elmúlt évben már elkészült, a normaszöveg az megvan már múlt év szeptembere óta, és azóta újabb és újabb egyeztetések zajlottak, legalább 60 érintett szervezettel, szövetséggel. A gyártói felelősség megmarad az új törvénytervezetben, bejelentés, notifikáció az Európai Unió felé pedig megtörténik, természetesen miután a törvény elfogadásra kerül, azt utána kell megtenni. Az adminisztráció csökken azokon a területeken, ahol ez megvalósítható, főleg az átalányt fizető érintettek körében, de azt is látni kell, hogy az Európai Unió előírásait senki nem tudja áthágni, innentől kezdve, amit megkövetel tőlünk az Európai Unió, ezt meg kell tenni. Ez az állami szerepvállalással működő modell megegyezik Dániában, jelen pillanatban funkcionáló modellrel. Elnök úr, köszönöm, hogy szólhattam. Köszönjük szépen, államtitkár úr, bizottsági véleménye elhangzása. Következik a Fenntartható Fejlődés Bizottság ülésének többségi véleményét. Schmidt Csaba képviselő úr mondja el nekünk. Tessék parancsolni. 5 percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés. Igyekszem nem kihasználni az időkeretet. Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. június 6-ai ülésén megvitatta a környezetvédelmi termékdíjról Sebestyén képviselő úr által benyújtott törvényjavaslatot,
a bizottság 14 igen szavazattal, 4 nem ellenében általános vitára alkalmasnak tartotta a javaslatot. A bizottság minden tagja egyetértett abban, hogy a termékdíj törvény módosítására szükség van. A vita az előterjesztés módjáról alakult ki a bizottságban, valamint a törvényjavaslatban ismertetett szabályozás módjáról. A bizottság többsége támogatta a benyújtott törvényjavaslat által felvázolt célokat, a korábbi rendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a jelenleg hatályos törvény és szabályozás hibáit jól jellemzi az, hogy az elmúlt időszakban a parlament több mint 19 alkalommal módosította a szabályozást, és kisebb-nagyobb esetekben. A törvényjavaslat a bizottság többsége szerint megszünteti a hulladék gazdálkodásban a mentességekre és a kiskapukra épülő elvtelen és kontroll nélküli piaci versenyt. A javaslat szolgálja a termékdíj köteles termékek megfelelő mértékű hasznosítását, a magánérdek helyett a társadalom érdekek előtérbe helyezését helyezi előre. A bizottság többsége támogatta az állami szerepvállalás növelését, a magán közvetítői szervezetek megszüntetését és az országos hulladék gazdálkodási ügynökség felállítását, valamint a termékdíj bizottság létrehozását. Kérem képviselőtársaimat, hogy konstruktív hozzászólásaikkal, javaslataikkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és most a kisebbségi vélemény elmondására fölkérem Olá Lajos képviselő urat. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt előterjesztő államtitkár úr, tisztelt kitartók. A fenntartható fejlődés bizottság ezen a héten hétfőn tárgyalta most előttünk levő termékdíjról szóló javaslatot. Tárgyalta és tette ezt úgy, hogy összesen néhány napja volt az anyag áttekintésére, véleményezésére, konzultációk megtartására. Az én feladatom jelen esetben a kisebbségi vélemény ismertetése. A kormánypárti képviselők kivételével mindenki értetlen állt azelőtt, hogy ez a törvényjavaslat miért egyéni képviselő javaslatként került a tisztelt ház elé. Félreértés ne essék, a képviselőnek azt a jogát, hogy önállóan tegyen le javaslat a tisztelt ház elé, nem kívánjuk megkérdőjelezni, de az elmúlt évben a minisztérium folyamatosan azt kommunikálta, több írásbeli kérdésemre is azt válaszolta, hogy zajlik az előkészítés a minisztérium berkén belül, készülnek a háttérszámítások. Úgy tűnik, hogy a kormányzat elégedetlen volt a minisztérium vezetése, minisztérium dolgozói által előkészített koncepcióval, törvényjavaslattal, hiszen egy képviselő volt az, aki a nap végén benyújthatta ezt a javaslatot. Ha csak nem az történt szándékosan, hogy a minisztérium kollégái, a minisztérium által megbízott külső tanácsadók elékészítették az anyagot, majd átadták az előterjesztőnek, így kerülve ki a valós társadalmi egyeztetést az érintett vállalkozókkal, azokkal a vállalkozókkal, amelyek több tízernyi munkahelyet képviselnek, az érintett civil szervezetekkel, és még sorolhatnám sokáig. A bizottsági ülésen az előterjesztő támogatásánál megjelent államtitkár úr azt mondta, ez olvasható jegyzőkönyvben, hogy ez a javaslat már egy éve megvan. Azt is mondta, hogy időtakarékossági szempontból került egyéni képviselő által benyújtására az anyag. Kérdezem én tisztelt képviselő társaimat, ez egy év miért nem volt elég arra, hogy benyújtsák ezt a törvényjavaslatot? Sajnálatos tény, hogy ez így történt, de ennél vannak komolyabb problémák is. A tájosok szabályok szerint, mert a tisztelt ház elé képviselő benyújtja az anyagot, az Országos Környezetvédelmi Tanács részére meg kellett volna küldeni véleménynyilvánítás céljából. A törvény szerint a tervezeteket és a vizsgálati elemzést a döntésre jogosult szervhez történő benyújtás előtt meg kell küldeni véleménynyilvánítás céljából. Véleménynyilvánításra a tervezet kézbesítésétől számított legalább 30 napot kell biztosítani. Az, hogy államtitkár úr háromszor tárgyalt velük, az nem erre a javaslatra vonatkozik, ami most a tisztelt ház előtt van, amit a képviselő úr terjesztett be. Tehát szeretném leszögezni, hogy ez a javaslat nem szerepelt az OKT előtt. Amennyiben képviselő úr tiszteletben tartja a magyar jogszabályokat, akkor nem tehet más, mint visszavonja a törvényjavaslatot. Az előbb említett 1995. évi környezetvédelmnek általános szabályáról szóló törvény 43. paragrafusa megsértését az Alkotmánybíróság sem tolerálja. Az Alkotmánybíróság 30/2000-es határozatában megállapította, és azóta hozott számos AB határozatban megerősítette, hogy a környezetvédelmi tárgyú jogszabálytervezet az OKT 30 napos határidővel történő véleményezésére történő megküldésének elmulasztása a jogszabály alkotmány ellenességét vonja maga után. Öntisztelt képviselő a környezetvédelmi tanácsnak nem küldte meg 30 nappal korábban véleményezésre az anyagot. Beláthatatlan károkat okozna a magyar hulladékgazdálkodásnak,